felelőssége a kitartás, a szorgalom és a lojalitás. Alaposan beleállta magát a kereső optimalizálás, a webes szövegírás rejtelmeibe, az ő világa az online hálózat építés. A fő törekvése, hogy a modern marketing módszereket bele tudja integrálni a network marketing eszköztárába, és ezzel egy jól másolható és nagyon hatékony online módszert fejlesztek ki, amit majd a csapattagjaink számára, munkatársak számára is tovább tud adni. A DX-en a szenvedélye, a legnagyobb értéknek ebben az üzletben az emberi kapcsolatokat tartja. Hisz abban, hogy az akarat, a szorgalom csodákra képes, ha van egy megfelelő eszköz, mint a DX-en, ami rendelkezésre áll. Köszönöm szépen. Az MLM lényege az, hogy az ismerőseink közül minél többet beledumáljunk ebbe az üzletbe. Legalábbis egy frissen csatlakozott munkatársunk ezt mondta nekünk. Szerintem pedig nem erről van szó. Én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek van valamilyen problémája, amire megoldást keres. Akkor lehetünk a legeredményesebb hálózatépítők, hogyha az emberek közül megtaláljuk azokat, akiknek a problémájára a DX-en megoldást nyújthat. Egy valamit szeretnék azonban mondani, most működő, nekem működő módszereket fogok mutatni, de egy hibára szeretném a figyelmeteket felhívni. Én ezt úgy neveztem el, hogy a szerintem hiba. Ezt ne kövessétek el. Annak, hogy szerintem, addig van létjogosultság, amíg tervezel valamit, egy blogbejegyzés vagy egy videó. De hogyha az kész van, és kiraktad az internetre, onnantól kezdve csak az számít, hogy hozzáadja azokat a számokat, amiket várunk tőle. A marketingben mindent meg kell mérni, amit meg lehet mérni, az eredményességet lehet mérni, és hogyha nem hozza a számokat, akkor ne csináljatok belőle még egy tucatot, mert szerintetek az tök jó, értelmetlen, akkor másik irányba kell elindulni. Online információk átadására online eszközökre van szükség. Szeretnék egy hangfájlt lejátszani, aki tudja, hogy ez micsoda, egy ötösére nyugodtan kiabálja be. Nem? Ez a ti barna DX-es oldalatok. Ahogy a Trabant is hasonlít egy autóhoz, mert van négy kereke, nem esik bele az eső, be lehet ülni és lehet vele haladni. Ilyen a barna DX-es oldal. Amire nekünk szükségünk van, annak ilyen hangja van. Nekünk egy olyan járműre van szükségünk, aminek, hogyha az oktogonon gázt adsz, az Andrássy úton maga alá rántja, úgyhogy a hét vezér inog a lován a hősök terén. Na most... Egy ilyen Ferrarit is össze lehet rakni, de ahhoz sokat kell dolgozni és sokat kell tanulni. De mivel ez egy startképzés, én abból indulok ki, hogy a barna oldalunk van, és olyan módszereket fogok mondani, amit a barna oldalon meg lehet csinálni. Akinek még nincsen ilyen oldala, az regisztráljon magának az intranetbe. Ha nem akartok pénzt áldozni arra, hogy saját doménnevet regisztráljatok, arról beszélek, ami www-vel szokott általában kezdődni, akkor választhatok az aldomének közül. Arra kell figyelni, hogy ezek a doménnevek lehetőleg rövid legyen köze a weboldal témájához vagy hozzátok, és ne legyen félreérthető. Tehát a kitömöttállatok.dxm.hu vagy a kvdream.dxm.hu nem szerencsés, mert az elsőnek semmi köze az oldal témájához, a második félig magyar, félig angol, és a Gizi néninek mondjátok telefonon, hogy nézzem már meg a ti új DXN-es oldalatokat, és Gizi néni nem perfekt angol, akkor rosszul fogja leírni. És nem találja meg, hanem még rosszabb, megtalál egy másik barna oldalt, és oda fog regisztrálni. Hogyha megvan a weboldalunk, ez volt, ahol hallgatni kellett ezt. Hogyha megvan a weboldalunk, akkor készen állunk arra, hogy információkat közöljünk a világgal. A probléma az, hogy a világ rohan, és manapság nagyon kevés ember hajlandó arra, hogy egy jó nagy információ halmazon átrágja magát addig a bizonyos kis információ morzsáig, ami őt érdekli. Ezt nekünk kell megtenni. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy érkeztető oldalakat, vagy céloldalnak, landing page-nek is szokták mondani, ilyeneket hozunk létre. Egy ideje már lehetőség van arra, hogy a barna oldalainkhoz létrehozzunk ilyen érkeztető oldalakat. Van fent egy nagyon jó felvétel Spek Józsitól az intranetben, hogy technikailag ezt hogy kell megcsinálni. Az érkeztető oldalnak az a jellegzetessége, hogy kevés információt tartalmaz, de az célzottan egy bizonyos problémára van kihegyezve. Tehát nem úgy van, mint az egyszeri vízben, hogy kó meghalt, kedde lesz a temetés, ugyanott Trabant eladó.
Csak egy problémára kell fókuszálni. Egy jó érkeztető oldalon két dolgot tud csinálni a látogató, vagy végrehajtja az akciót, amit kérünk tőle, ez lehet hírlevél feliratkozás, visszahívás kérés, vagy bármi, vagy becsukja az oldalt. Meg kell akadályozni azt, hogy ott elcsatangoljon. Le kell tiltani a menüt. Én nem szoktam még a Facebook profilomnak a linkjét se föltenni, mert ha ő belép a Facebookra, akkor elveszítettem, mert beszippantja a Facebook, mint egy fekete lyuk. Ahhoz, hogy jó érkeztető oldal témát tudjunk csinálni, ahhoz meg kell tanulni célcsoportba gondolkodni. Más-más célcsoportnak máshol van a problémája, más a fókusza. Egy vállalati középvezetőnek például, akinek van elég pénze, de nincs ideje se magára, se a családjára, tök máshol van a fókusz, mint annak, akinek egészségügyi problémája van, vagy az nyugdíja miatt aggódik. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az emberi agy tudatos része és a tudatalatti rész az hogy aránylik egymáshoz? Ha a tudatos rész 11 mm, akkor a tudatalatti 10 km. Tehát ennyivel fontosabb az, hogy mi a tudatalattihoz, az ösztönökhez, a vágyakhoz szóljunk, mint az, hogy ilyen logikus érveket sorakoztassunk fel. Az is egy marketing közhely, hogy az, aki fúrógépet vesz, az nem fúrógépet akar, hanem lyukat. Nem a fúrógépről kell neki beszélni, hanem a lyukról kell beszélni, amit mellesleg ezzel a fúrógéppel tök jó ki lehet fúrni. Ha valakinek ég a gyomra a kávéjától, vagy a kávétól, akkor beszéljetek neki arról, hogy milyen szép az élet akkor, ha ő megitta a kávét, és nem fáj tőle a gyomra. Őt ez fogja érdekelni. Érzelmeket úgy tudsz jól kommunikálni, hogyha kimondod vagy leírod azokat a szavakat, amik ehhez az érzelemhez kötődnek. Tehát ha én azt mondom, hogy szikrázó örömet érzek, amikor kortyolom a kávémat, és érzem, hogy átmelegít ebben a hideg időben. Most elvileg egy pillanatra bennetek is megjelent az érzés, hogy legyened a forró kávékortyot, és érzed, ahogy leér a meleg ide. Úgy tudjátok jól csinálni az érkezteti oldal szövegét, hogy először is vesztek egy célcsoportot. Nyugodtan lehet az, amiben ti is beletartoztok, hiszen azt ismeritek a legjobban, és nektek is valami ok volt arra, hogy csatlakozottok a DXR-hez. Elképzeltek egy embert a célcsoportból. Nem egy csapatot, egy embert. Pontosan definiálod magadba, hogy férfi vagy nő, milyen idős, hol él, milyen anyagi körülmények között, milyen élethelyzetben. Ezt minél pontosabban meg tudod csinálni, annál könnyebb lesz a következő feladat. Ugyanis utána meg kell találni ennek a virtuális elképzelt embernek öt súlyos problémáját, amik aggasztó problémák, sürgős megoldást igényelnek, és a DX-en jó lehet rá. Képzeljétek el, hogy ez az ember elkezd egy mondatot azzal, hogy annyira elegem van már abból, hogy miből van elege. Írj össze belőle ötöt. Hogyha megvan, akkor írj össze öt olyan vágyat, ami ebből az öt problémából jön. Olyan jó lenne, ha jönne már valaki és segítene nekem abban, hogy. És hogyha ez megvan, akkor kis szerencsével tudsz öt érkeztető oldalt szöveget írni. Hogyha megvannak az érkeztető oldalak, akkor kezdődhet a műsorszórás. Ha kezdhetitek nyugodtan az ismerőseitekkel, nem ajánlom azt, hogy a főoldalnak tehát a főoldal küldjétek el neki, vagy ezt posztoljátok a Facebookon, mert ez nem is a Trabant, hanem a Stevenson gőzgépe, ez annyira rossz hatékonyságú. Azt sem javaslom, hogy írjatok egy formalevelet, amit Ctrl-C, Ctrl-V-vel mindig egy új üzenetbe beillesztetek, legyetek személyesek. És az ismerőseiteknek se ugyanazt az érkeztető oldalt küldjetek el, hiszen ők is több célcsoportba tartoznak. Azt szokták mondani, hogy a hálózatépítés ott kezdődik, ahol a névlistánk véget ér. Amikor az ismerőseinket már mind tájékoztattuk, akkor kezdjük el az ismeretleneket megtalálni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy Dr. Lim nem szabott olyan feltételt, hogy csak az ismerőseink közül regisztrálhatunk be munkatársokat, mert mi se korlátozzuk be magunkat, nem vagyunk bezárva a falunkba, meg az ismeretségi körünkbe. Az egész világ tele van emberekkel, annyian vagyunk, mint az oroszok, úgyhogy csak szabadon. A már meglévő érkeztető oldalakhoz írjatok hirdetés szöveget. De passzoljon. Tehát ahhoz az érkeztető oldalhoz a megfelelő hirdetés szöveget. A jó hirdetés olyan, amit az, aki nem tagja a célcsoportnak, észre se vesz. De aki tagja a célcsoportnak, nem tud elmenni mellette úgy, hogy ne kattintson rá. És akkor kezdődhet a műsorszórás. Nekünk vannak olyan munkatársaink, akik ingyenes apró hirdetés oldalakon szoktak hirdetni. Azt gondolom, hogy az nagyon célcsoport függő, hogy az mennyire hatékony.
Van ugyanis olyan célcsoport, aki soha az életben nem megy ingyenes apóhirdetés oldalra. Arra mindenképp vigyázzatok, hogy a hirdetésszöveg ne legyen becsapós, tehát ne gondolja azt, aki olvasó, hogy itt valami alkalmazotti munkáról van szó, tehát kávés munka meg hasonló. Olyan célcsoportot, aki nincs az ingyenes apóhirdetés oldalon, fizetett hirdetéssel lehet elérni. AdWords, Facebook hirdetés, és még nagyon sok lehetőség van. Mi is szoktunk hirdetni, nekünk a legjobb kampányunknak a legjobb napi teljesítménye 40 hírlevél feliratkozó volt egyetlen egy nap alatt, de az egy hónap alatt 250 valahány hírlevél feliratkozót gyűjtöttünk. Ezt azért mondom, hogy ha jó a hirdetés szöveged és jó az érkeztető oldalod, tömegeket lehet elérni vele. Szerintem egy hónap alatt 250 érdeklődő az tömeg. Utána viszont kell egy nagyon jó hírlevél sorozat, ami az érdeklődőkből belépőket konvertál, mi most ezen dolgozunk. Nagyon jó felületet ad arra, hogy megmutassuk magunkat az interneten, a social media, a közösségi médiák. Alapvetően igaz, hogyha te online akarsz érvényesülni, törekedned kell arra, hogy minél több helyen megtalálható legyél online. Tehát legyen Facebook profilod, Twitter, Google+, YouTube csatorna, és ne is csak egy profilod legyen, nyugodtan lehet egy magánprofilod, és lehet szépen a weboldalainak üzleti profilja. Hogyha több nyelven kommunikálsz, akkor a nyelveket is választ külön. És utána kezdj el ide tartalmat feltölteni, különben az egésznek semmi értelme. Nagyon ajánlom nektek a YouTube-ot, a következő éveknek a marketing eszközei a videók, és a YouTube már most a második legnagyobb kereső a Google után. Nyugodtan kezdhetitek a céges videókkal, leszeditek az intranetből és föltöltitek a YouTube csatornátokra. Nem baj, hogy már több száz vagy több ezer DXN-es ezt megtette. És amikor ezek elfogytak, akkor kezdjetek el saját tartalmat csinálni. Én tudom, hogy ez egy introvertált személyiség típusnak elég horror ötlet, de így ezekkel érdemes. Ez is egy olyan dolog, amit csak úgy tudsz megtanulni, ha csinálod. Az elején lehet az a jelszó, hogy bénász büszkén. Az, hogy mennyit válasz be, az megint rajtad múlik. Tehát, hogyha semmit nem válasz be, akkor nagyon nehéz lesz a szürke tömegből kitűnni. A marketingnek fontos eleme a pozícionálás, tehát meg kell mutatnod azt, hogy a látogató miért téged válaszol szponzornak, és miért ne valaki más. A bevállalásról jut eszembe, hogy nekünk van egy olyan 5 éves videón, pontosabban ez az enyém, van fel a YouTube-on, ahol cigány vajdának vagyok öltözve. Aztán drágot és víri, miért magyarázom neki ezt a tagadókermát? És például ez már az a szint volt nálam, hogy egy olyan másfél-két éve elgondolkoztam rajta, hogy le kéne szedni, mert már lehet, hogy ciki. És nem hiszitek el, de a következő két érdeklődőnknek azt mondta, hogy ez a videó óriási, és ez volt az utolsó lökés, hogy minket engem választott. Ha már a közösségi média, az a szomorú hírem, hogy innentől kezdve a Facebook profilodra oda kell figyelni. Mit kommunikálsz, milyen stílusban, mit osztasz meg, hogy néz ki egyáltalán az egész profilod, milyen a fejléckép, mi a profilképed. Nem biztos, hogy jó ötlet egy bulin készült, kicsit becsípott állapotba felrakni egy képet. Az kell mindenképpen, hogy lejöjjön a profilodról, hogy te DXN-ezel, azért ez jöjjön már le róla. A másik az, hogy imádod csinálni. A harmadik, hogy sikeres vagy benne, nagyon fontos. És a negyedik, hogyha valaki úgy dönt, hogy téged választ szponzorának, élete legjobb döntését hozza meg. Ezért oda kell rá figyelni. Ha már Facebook, alapvetően az emberek nem azért lépnek be a Facebook profiljukba minden nap, hogy most keresek magamnak egy MLM céget és jól beregisztrálok, hanem várja a buszt, van neki 10 perce, biztos láthatok már ilyen smartphone zombikat, akik így lögdösik a hírfolyamot, és amikor érdekeset lát, lebénul a hüvelykujja és megállítja. Tehát nincs értelme föltenni egy tudományos cikket a Ganoderma összes hatására, mert úgyse fogja megnézni, nincs is rá ideje. Szórakoztatni kell őket, mert azért mennek oda. Tehát szórakoztasd őket, és küszöb alatt vidd be az információt. Gondoljatok a vidra effektusra, a vidra, ha a víz alá merül, automatikusan becsukja a fülét. Mi emberek, ha észreveszünk, hogy ez reklám, az automatikusan becsukjuk a fülünket. Azt gondolom, hogy a mi Facebook kommunikációnkra Csillával jellemző a humor. Elmondok most néhány dolgot, megmutatom a képeket, hogy lehet belőle tanulni. Tehát ennek az adta az ötletet, hogy az Angela Merkelről láttam vagy 6 képet egy montázsba, és minden képen így tartja a kezét,
És az volt a felirat, hogy a pillanatragasztó nem játék. És azt gondoltam, hogy ezt, hogy nem játék, ezt úgy valahogy rá lehetne applikálni egy termékünkre. Ez is egy nagy sikerű kép volt annak idején. De elismerem, hogy ehhez már grafikus kell. Ehhez a képhez viszont nem kell grafikus. Ehhez az kell, hogy legyen néhány ember, aki bemeri vállalni, hogy izomból röhög. És hogyha megnézitek, azt mondom, hogy oda akarok menni, hogy mind nevetnek. Tehát vonzó lesz a kép. És semmit nem kell csinálni, ott van egy kávéscsésze, meg ők itt röhögnek. Most elmondok nektek kettő olyan módszert, amit mi használunk az online kommunikációba, és akkor le tudjátok venni, mert elmagyarázom, hogy mit miért tettem és hogy tettem. Először Csillának volt egy olyan akciója, hogy hozzáírt egy ismert orvos és természetgyógyásznak a Crohn-betegségről szóló cikkéhez egy kommentet, hogy ő tud egy természetes megoldást erre, akit érdekel, az privátba keresse meg. Másfél éven keresztül jöttek a megkeresések Crohn-betegektől, és lett is belőle fogyasztónk. A másik, ez egy friss történet, arra jó példa, hogy minden olyan dolgot, aminek van marketing értéke, posztolni kell a Facebookon, lehetőleg nem is csak egyszer, hogy mindenki lássa. Azt is, hogy itt voltatok ma, azt is posztolni kell. Nekünk a tavalyi év vége az nagyon izgalmasan alakult, mert tudtuk, hogy összejöhet a dubai minősülés, de azt is tudtuk, hogy nagyon szoros lesz. Ezért én kitaláltam ezt a két képet, ez teljesen az én akcióm volt, és föltettem, hogy na, vajon ott leszünk, vagy nem leszünk ott. Három okom volt rá. Az egyik, hogy menjen át a követőinkbe az az információ, hogy mi olyan üzleti szinten vagyunk, hogy akár már ez is összejöhet egyszer. A másik, ez egy ismert marketing fogás, hogy beharangozok egy közelgő esemény, hogy a vágyakozást egy kicsit felfokozzam. És nem tudom, mi a harmadik. Nem akarom elmondani. És utána, amikor meglett a végeredmény, kiderült, hogy 428 ponttal lemaradtunk tőle. Tehát akkor posztoltam a második képet, de ha én az elsőt nem posztolom, tök értelmetlen lett volna a másodikat kiposztolni, mert az egy kudarc. Nem jött össze. De így, hogy az elsőt posztoltam, újra tudtam, az már a második információ átadás volt, újra tudtam közölni azt, hogy mi olyan szinten vagyunk, hogy majdnem összejött ez a dolog, és a kommentekből az jött le, hogy még abból is jól jöttünk ki, mert úgy posztoltam, hogy oké, nem sikerült, ilyen van, ez benne van a kalapban, de nem baj, majd legközelebb sikerül. És utána jött egy nem tervezett fordulat, amitől ez óriásit szólt szerintem, ugyanis amikor én a másodikat kiposztoltam, a teljes aktív felsővonalunk megkeresett bennünket, és Pekti Józsi föl is hívott telefonon, ami nagyon jól esett, mert az egy nemzetközi hívás. A többiek ránk írtak, Facebookon, e-mailben, még Kócsó Laci is ránk írt e-mailben, mindenki azt mondta, hogy beszélnünk kellene Mr. Gigittel. Judit segített, megírta a levelet angolul, elküldtük Mr. Gigitnek, és ő engedélyezte is, hogy utólag megvegyük ezt a pár pontot. És akkor ezt megint posztoltam a Facebookra, hogy mégiscsak ott leszünk, és ezzel azt tudtam kommunikálni, ugye ez már harmadszor lett a híveknek megmutatva, hogy... És azt tudtam kommunikálni, hogy nekünk olyan felsővonalunk van ám, akinek mi nem csak egy pénztermelő gép vagyunk, aki a munkájában pénzt rak a zsebébe, hanem mint ember számítunk. És azt is tudtam kommunikálni, hogy a DXM meg egy ilyen cég, aki nem ilyen rigorózusan, hogy figyelj, nem jött össze, akkor majd máskor. És azt gondolom, hogy ha nekünk elsőre sikerül, akkor ez mind nincs. Akkor ezt én mind nem tudtam volna megmutatni. És azt hiszem, hogy így a maximumot ki tudtuk hozni ebből a dologból. Tanuljátok el, és használjátok a saját dolgaitokra, gondolkozzatok így, hogy hogy lehetne ebből a legtöbbet kihozni. A hátralevő kettő percben elmondom nektek a keresőoptimalizálást átolcettig. A keresőoptimalizálás egy nagyon jó módszer, mert teljesen ingyen szállít neked potenciális érdeklődőket. Mert ha valaki azt írja be, hogy ganadermás kávét akarok venni, és a te oldaladat kapja a találatnak, azt hiszem abban egyetértünk, hogy ez egy potenciális érdeklődő. A kereső optimalizálást ehhez a stúdió keverőpulthoz tudnám hasonlítani. Van rajta néhány darab potméter, amit, hogyha bármelyiken tekersz egy kicsit, meg se hallod füllel, hogy mi változott, de a hangmérnök érti a dolgát, akkor abból egy nagyon klassz kis muzsika lesz a végén. És azért mondtam az elején, hogy a barna oldal az csak egy trabant, mert ott ezeknek a potmétereknek a fele le van lakatolva, nem tudsz hozzányúlni, nem tudsz rajta állítani.
És hogyha te online egy Ferrarit akarsz építeni, akkor szükséged van arra, hogy regisztrálj magadnak egy doménnevet, bérelj egy tárhelyet egy szerveren, ahol majd a weboldal fent lesz, tanuld meg a kereső optimalizálást, hogy melyik potmétert hova kell tekerni, tanulj meg keresőszóra cikket írni, és tanulj meg weboldalt szerkeszteni. És ez mind megvan, akkor hasítani fogtok online. Remélem tudtam segíteni, sok sikert mindenkinek!